Kedves barátom, szeretettel üdvözöllek, Harsa István vagyok, spirituális tanító. Kezembe került Jóka István, az igazság szabaddá tesz című könyve. Ebből veszek ki szemelvényeket a mostani tanításaimhoz is, amit kiegészítek a saját tudásommal. És a következő rész, ami nagyon megtetszett nekem, a listán nagyon jól összefoglalja szakszerűen és tudományosan a dolgokat. Az pedig az a címe, hogy miért volt törvényszerű a bukás a bűn következményeként. Csak a írás első része. Ez következik abból, hogy az egészséges szervezet kiveti magából azokat az elemeket, melyek eltérnek a törvényeitől. A bukás egy alsó szintre azonban olyan minőségi változásokat is maga után von, aminek az elveit felismerhetjük az analogikus természetfilozófiai elvek alapján. Itt hozzá szeretném tenni a bukásnak a nagyon rövid történetét, erről nagyon sokat beszéltem már a előző előadásaimban is, de egy nagyon rövid ismétlés, mert lehet, hogy aki hallgatja ezt az előadást, az éppen nem hallgatta meg azt a másikat, amiben már beszéltem többször a bukásról. Annyit kell tudni a szellem bukásról, hogy Isten csodálatos szellemi lényeket teremtett, saját magas képmására, hát ez csak azt jelenti, hogy szellemi lények rezgésekből állnak, ugyanazokat a tulajdonságoknak egy nagyon nagy részét felveszik, amivel Isten is rendelkezik, teremtő erővel rendelkeznek, világokat képesek teremteni, mi szempontunkból nézve szellemi lényeket, azaz embereket is tudnak teremteni, tehát hihetetlen dolgokra képesek. Szabad akarattal ruházta fel őket, és pont ebbe az írásban is majd erről lesz szó. Szabad akarattól kifolyólag a szellemeknek egy része eltért a kijelölt úttól, ezáltal másfajta rezgéseket vett magára, és így kivetette abból a napkörnek a rezgése ezeket a szellemeket. Most annyit kell tudni, hogy a szellemtudományban a 7-es szám alakult ki, valamiknál fogva, hát az isteni tervezés szerint, ami azt jelenti, hogy a lélek is 7 részből áll, például 7 napkör alakult ki, de ezek nagyon lassan alakultak ki, a szellemtudományban napköröknek hívják ezeket, ezt mind szellemi szinten képzeljük el. Jó, tehát ennek jelenleg semmi köze a fizikai világhoz, de ez a számunkra teljesen nagyon magas szintű láthatatlan dolgok. Az első szellembukásnál, 150 milliárd évvel ezelőtt történt, az első szellembukásnál azok a szellemek, akik alacsonyabb szinten rezegtek, tehát eltértek az isteni elvektől, kivetődtek az egyes számú napkörből, kialakult a kettes számú napkör, majd itt is még alacsonyabb szinten rezegtek, és kialakult a hármas számú napkör. És itt beledermedtek szinte az energiájuk. Isten felébresztette a szellemeit ebből a bódult állapotból, megmutatta, hogy hova jutottak el, végig szeretettel kísérte, mert Isten soha nem fogja megsemmisíteni azokat a szellemi lényeket, akik ellene fordultak, mert szereti. Mert kicsikét ez olyan, hogyha rossz a gyerek, akkor nem fogom megölni, meg agyonverni, hanem segítek neki példákkal, meg mindenféle segítéssel, hogy megjavuljon. És gyakorlatilag törvényeket alkotott, ezek a törvények alapján a szellemeknek a 95%-a elkezdett szép lassan visszafele vándorolni. Azért lassabb a visszafele vándorlás, megmondom őszintén, mint a bukás folyamata volt. És szép lassan a törvények alapján megtisztultak, visszamentek a kettes számú napkörbe, majd visszamentek az egyes számú napkörbe. Istenhez, azt kell mondani.
Utána történt még egy szellemi teremtés, ez már ez viszont eleve a kettes számú napkörbe történt. Feladatjuk volt, hogy felemeljék a hármas számú napkörben lévő szellemi lényeket, az ellenerő szellemi lényeket, mert úgy hívjuk őket, hogy ellenerő. A szellemtudomány hívja így szakszerűen, tehát nem sötét erőnek hívjuk, hanem ellenerőnek hívjuk. Ugye nem bélyegezzük meg őket. A fő cél, hogy ők is visszatérjenek egyszer Istennek az országába. És szabadon, tisztán tudjanak tovább élni. Történt még egy szellembukás sajnos. A paradicsomi sírkor, mert úgy hívták ezt a csodálatos kettes számú napkört. Ugye és innen, ez már ismerős, mert a Bibliában is van ez az elnevezés. A paradicsomi síkról a csillagok egyharmada leulott, így mondja a Biblia, de szellemek egyharmada része lebukott a hármas számú napkörbe. És itt tulajdonképpen a fő tragédia, mert itt újra ment ugye, hát ugye szellemi bűnök voltak itt tulajdonképpen, irítség, ellenségeskedés, hazugság és hosszú a történet. Itt megint történt egy szellembukás, és lekerültek a négyes számú napkörbe. Ott megint történt egy szellembukás, ezáltal kialakult az ötös számú napkör, és a szellemeknek egy nagyon nagy része lekerült az ötös számú napkörbe. Utána történt még egy szellembukás, ugye teltek szépen lassan az évmilliárdok, és lekerültek még egy napkör elején. Kialakult a hatos számú napkör, és itt a hatos számú napkörbe már nagyon komoly tervezési dolgok jöttek elő, hogy hogyan lehetne megmenteni ezeket a szellemi lényeket, hogy valami komolyabb dolgot kellene létrehozni, ami által jobban rá tudnának lépni a fejlődés útjára, mert nagyon keményen az ellenerő is dolgozott, ugye a sötét erő, és a hatos számú napkörből valamilyen technikai módszerrel ki kéne menteni, szellem technikai módszerrel, inkább így mondjuk. És itt kialakult gyakorlatilag rájött a szellemi vezetés, létre kellene hozni a fizikai világot. A fizikai világba nagyon jól lehetne fejlődni, itt a különböző szintű szellemi lények össze lennének zárva. És ugye nagyon sokszor kihangsúlyoztam, hogy a szellem nem tud megnyilvánulni a fizikai világba, ezért szellemnek van az ereje, egy összekötő kapocs, fizikai test és a szellem között, ez pedig a lélek. És a lélek költözött be a fizikai testbe, amit feladatot végez, amit karmának is hívhatunk, feladatot végez itt a fizikai síkon. Halálunk után csak a lélek szabadul ki a fizikai testből, átmegy az asztrálsíkra, amit mai földi szemmel úgy mondunk, hogy átmegy a mennyországba, vagy a szellemvilágba, inkább így mondjuk, jó, a szellemvilágba. Már aki hisz benne természetesen, de általában akik hallgatják azt az előadást, az hisznek benne. A szellemvilág is 7 részre van felosztva. Ez az asztrálsík tulajdonképpen. Az első 3 síkról kötelező a testetöltés, a 4. síkról nem. Ez a 4. sík a 4. szellemi szféra tulajdonképpen a mennyelő csarnoka, innen már vállalás volt. A szellemi lények a fizikai síkra, hogy segítsék a barátaikat, testvéreiket. Ugye ez egy nagy szellemcsalád, egy átlag szellemcsalád 3-5000 emberből áll. Mindegyiknek van egy különben, csak úgy megjegyzem, egy őrző felügyelő angyala, természetesen vannak tanító szellemek, őrszellemek. Úgyhogy nem vagyunk sohasem segítség nélkül, tehát nincs, ahogy ugye beközelebb az iskolába, és nincs ott egy tanító, aki segít minket. Sőt, amíg kicsik vagyunk, akkor be is kell kísérni az iskolába. Ugye ez egy őrszellemnek a feladata. Az egyes szellemi szférában vannak a, hát ezt pokolnak hívják ugye az egyházak, ugye, de lehet így is mondani, ez a pokolszféra. Itt vannak a bűnösök, gyilkosok, rablók, öngyilkosok. Meg ez az öngyilkosság nem minden esetben az, aminek látszik, úgyhogy nem biztos, hogy minden öngyilkos ide kerül. Csak úgy megjegyzem mellette. A korszakváltás, amiről beszélünk nagyon sokan, hát egy világvégére hívják már mindenfélenek, de ugye a világvége az érdeklődés hiányába elmarad. A korszakváltásnak az a fő lényege, hogy újra lesz egy nagyon nagy megmérettetés évmilliárdok után, és már kialakult a hetes számú napkör. És azok a szellemi lények, akik alkalmatlanok a
évmilliárdos, vagy évmilliós, mert van, aki csak egy pár évmillió éve van itt. Mert ugye ádámi teremtés előtt azért hagyd mondjam el, hogy volt itt Lemúriától kezdve múlig minden, tehát itt nagyon komoly világkorszakok voltak, Atlantisről hallottak a legtöbben eddig, és most lesz megint egy nagyon nagy korszakváltás, újra osztályozódnak a szellemek, és ez nem úgy működik különben, mint ahogy Mengele csinálta annak idején, hogy ott állt a bottal a vagonok mellett, akkor leszálltak a emberek, és a jobbra mész, balra mész, nem így működik. Minden ember saját maga fölött mond ítéletet, amilyen életet élünk, meg éltünk sok-sok életünk folyamán, ezeknek a ezek hatással vannak ránk, és rezgéseket hoztak létre, és akkor ezek a rezgések osztályoznak minket tulajdonképpen halálunk után, hogy hova fogunk kerülni. Az első szellemi szféra lakói halálunk után automatikusan lekerülnek a hetedik napkörbe, ahol nagyon sok évmilliárd fog eltelni, mire egyáltalán visszajöhetnek ide a hatos számú napkörbe. Ugye hatos számú napkörben van a Föld, kozmoszok milliárdjai, tehát nagyon sok szellemi lényről beszélünk, és azt is tudni, hogy ezeket a szellemi szférákat a mi gondolataink, tetteink hozták létre, hogy hova kerülünk a halálunk után. Hármas számú napkörben lévő szellemi lények, azok a fizikai síkra fognak itt a Földre visszaszületni a halálunk után, vagy már a megtisztult Földre, pár száz év múlva, vagy ezer év múlva, pár ezer év múlva, vagy pedig folyamatosan visszaszületnek és részt vesznek a átalakulási folyamatba, mert ezt is meg kell tapasztalniuk. A nagy harc a kettes számú szférában lévő emberekért folyik tulajdonképpen, mert ők azok, akiket elválasztanak. Egyik része, és sajnos azt kell mondani, hogy a nagyobbik része. Tehát a, úgy mondom, a mi névtelen szellem által vezetett tanításuk alapján, amit én is képviselek, a háromnegyed része fog elbukni, és a negyed részén megy a harc. Nem tudom, már bocsánat, egyharmad része meg fog menekülni, a kétharmad része fog elbukni, és ezt rosszul mondtam. A modern rózsakeresztesek tanítása szerint kb. 10-12% fog megmenekülni, és a többi fog elbukni. Tehát ők nagyobb arányban számolják ezeket a tanításokat. Megmondom őszintén, hogy nagyon csúnya dolog itt a emberek életéről így beszélgetni, vagy szellemi életükről. Egy a lényeg, nagyon nagy a baj. Nagyon sok ember fog lekerülni a hetes számú szellemi szférába, és ezért nagyon fontos, hogy minél több ember itt maradjon. Hát az, hogy fejjel emelkedjen, az lenne a legnagyobb szerencsés dolog, de most abban maradjunk egyelőre, hogy az a jó, hogyha valaki megmenekül, és nem kerül a hetes számú napkörbe, a lévmilliárdok kellenek ahhoz, hogy egyáltalán ide visszajönk a hatos számú napkörbe. Tehát nagyon nagy a baj. Hát ugye ezt nem mondhatom, hogy mindegy, hogy egyharmad vagy 10%. Egy a lényeg, minél több emberi lelket sikerül megmentenünk. És ez mind-mind a saját rezgésünk alapján történik. Na akkor nézzük tovább a tanítás, hogy mit írt István. Nagyon jó megfogalmazásban. Az ellenirányú erők ütközése kioltja a mozgási erőket, miközben az erők nagy része tömegi formákba kötődik le, és rendezettség keletkezik, hőmozgás. Tömegi formák felhalmozódása pedig egy alsó dimenzió szintre szorítja hozzá kötődő létformákat. Ez történt a luciferi lázadásnál is, amire a jelenések könyve 12. fejezete utal. Hát ugye ez egyes számú napkörben, amikor elmeséltem, hogy luciferi sátáni, mindegy, milyen néven hívjuk most, inkább Sátániel, tehát sátán volt az igazi név, és ugye az ő gondolataiból indult le a főbukási folyamat. A szellemlények szellemi testében, tehát itt szellemi testről beszélünk, ugye az erők lekötődése révén tömegi formák keletkezhettek, sugárzó fénytestük meghomályosodott, és ez képezhette a testi-lelki testfő elemeit is. Ugye ezért mondtam, hogy besűrűsödött tulajdonképpen a szellemi lény a rezgésébe, fénytesti elhomályosodott, hogy István nagyon megfogalmazta, gyakorlatilag törvényszerűen
kialakult a fizikai test a végén az iskola folyamán. A bukás során további változások is bekövetkeztek. Az egység felbomlott poláris részeire. Ennek a mikrofizikai analógia az elektron pozitron pár keletkezése két gamma foton ütközésénél. A fényerő poláris részeikre bomlanak és tömeg keletkezik. Ekkor nem csak tökéletesen komplementer poláris formák keletkeznek, duál párok, erről már mindjárt beszélek, hanem az egységes fényerő különböző energiafajtákra is felbomlanak. Akkor beszélek most egy pillanat a duál párokról. Ez minket nagyon fontosan érint tulajdonképpen, mert akkor, amikor lekerültünk a hatodik napkörbe, pont emiatt a tömegoszlás meg ütközések miatt, széllyel váltunk. Na most mit jelent a széllyel váltunk? Annyiba különböztünk Istentől például, amikor mi meg lettünk teremtve, hogy az a szellemi lény, amit Isten megteremtett, az két részből állt. Egy adó és egy elfogadó részből. Azt tudni kell, hogy a szellemvilágban nincsen férfinő, mi szeretjük így mondani, és talán a köznyelvben egyszerűbb így mondani. Ezzel szoktam sokszor ugye leegyszerűsíti a dolgot, amikor szellemet mondunk, ugye a lélek fontos megfogalmazása helyett, mert itt maga a folyamata fontos sok esetben, és az egyszerűség, hogy minél egyszerűbben megértsük a dolgokat. Tehát az volt az egésznek a lényege, hogy Isten olyan szellemi lényeket teremtett, ami két részből állt, egy adó-elfogadó részből, ez egy körforgás, egy energiát hozott saját maga körül létre. Ez az energiát úgy hívják, hogy szeretet. És a szeretet energiája tartotta egybe tulajdonképpen ezeket a csodálatos szellemi lényeket, köztük engem is természetesen, tehát is ugyanaz szellemi lény vagyok itt a hatodik napkörben a nagyon mélyre bukott, legmélyebbre bukott szellemi lények között, mint te is, kedves barátom, aki hallgatod. Egyetlen egy szerencsés dolog, hogy már felfele haladunk. Tehát ez már egy nagyon jó dolog. És ezek a duálpárok ütközések folyamán széllyel váltak itt a fizikai síkon. Akkor, amikor majd fel fogunk menni egy felsőbb szintre, a duálpárok egyesülni fognak újra, és elkezdjük szépen újra szép lassan végigmenni, 5. napkör, 4. napkör, 3-as, 2-es, és a végén hatalmasan felvértezve, pár milliárd év múlva felmegyünk a 1-es napkörbe. Na, nézzük tovább a tudományos magyarázatot. Tehát a duálpárokról beszéltünk, hogy a tömeg keletkezése gravitációs téridőt és vonzást eredményezett, ami átadja, hogy egységbe fogja a fizikai világot. Feltettem egy tanítás különben pont Jóka Istvánnak a gondolatai, nagyon jó megfogalmazó gondolatai alapján, hogy miért van itt a fizikai síkon szükség az időre. Most erről külön nem magyarázok semmit sem, rákeresünk a YouTube-on, és fent van a időnek a szellemtani magyarázata. A fizikai világ így részlegesen elkülönült az egység világától. A fizikai lény lett a dimenzió határ, ami analógiába hozható egy sejtben lévő maghártyával. Az utóbbi részlegesen választja el az irányító szintet a törvény a megvalósulás szintjétől. Közöttük azonban információ csere fennmarad, közvetítők. Durva ütközésektől eltekintve az entrópia elv értelmében ez hihető az erő fokozatos lekötődése és rendezetlenné válása, zárójel, ami elromulat az el is romlik, úgy ezt nagyon jól tudjuk. A mikrofizikai analógia alapján pedig arra gondolatjuk, az egység pólusokra való szakadása minden létformánál bekövetkezett. És ezzel magyarázható a nemek, a szellemi duálpárok, férfi-női duálpárok szétválása is. A tiszta szellemek világában ugyanis Jézus kijelentése szerint nincsenek nemek, és ez már az egységnek a világa. Ugye hát szoktam hülyeskedni, hogy van egy rossz hírem, ugye átmegyünk a tiszta szellemvilágba, ott már nincsen szex, nincsen pia, nem tudunk kártyázni, nem tudunk rosszalkodni, na, kicsit így mondom. Sok mindent kipróbálunk itt a fizikai síkon. Van egy ilyen nagyon jó mondás különben, hogy sok minden jó nekem, csak nem minden hasznos. Ugye rengeteg dolgot megtehetek, kicsit átfordítva magyarra ezt a nagyon jó mondást.
lehetőségem van, van pénzem esetleg, kiélni a vágyaim, vagy csajozok, piálok, jól érzem magam, a szórakozok, hát ugye ezt akarja a fizikai hitest, meg ezt akarja a sötét ellenet. De akkor mindenre megvannak a lehetőségem, és spirituálisan ráébredek erre, hogy hát ezt én megtehetem, de nem akarom megtenni. Ez már egy spirituális érettség. Nagyon nehéz különben. Mert itt benne van a lelkünkben is a hosszú időknek a eltelt pozitív élményei, ugye hát ez pozitív élményt okoz, minden kábítószer esnek ugye első időben, hogy nagyon pozitív a kábítószer, ma már kábítószerről beszélünk, és később már csak azért kábítószerezik, mert annyira rosszul lesz a kábítószer elvonási tüneteitől, és utána már nem fogja ezt a elsőnek csodálatosnak tűnő élményt, vagy első pár alkalomnak csodálatosnak tűnő élményt okozni neki többet, és utána szintén akarja tartani magát, hogy nőjt beletököljön a elvonási tünetekbe. És ezért megy egyre erősebb drogokhoz, míg a végén a saját halálatokhoz ezzel. Azt is hozzá kell tenni, hogy rengeteg ember, hogy ezek a szenvedélybetegségek borzasztó hatással vannak ránk, ezért kell még itt a fizikai sikor, ha lehet, letenni a szenvedélybetegségünket. Pia, zabálás, szex, stb. Cigi. Nagyon sokan attól szenvednek, hogy haláluk után benne marad a asztáltestükbe ez a szenvedélybetegség, és szó szerint szenvednek tőle. Ez olyan, mintha mondjuk valaki egy borzasztó zabálos és éhes, és odáltal a szellemi síkon, és látja azokat az emberek, hogy esznek, isznak, zabálnak, és semmit nem tud csinálni, és szenved a lelke attól, hogy nézi ezeket, és kívánja, olyan, mint amikor egy éhes ember áll egy hentes üzlet kirakat előtt, ami tele van jó kis kolbászokkal, húsokkal, meg mindenféle kajával, most elérjük a vegetáriánusnaktól, de inkább ezt a példát találtam ki a legjobban, de nem tud hozzányúlni. Na nézzük a következő gondolatait Istvánnak, ugye a kétszeres bukás, ugye amit meséltem. Az előbbiek az asztrálvilág különböző régióiba süllyesztették a szellemlényeket, ha megőrizhették tudásukat, nagyrészt emlékeiket is. Ha ez volt a paradicsomi világ, innen a földi testetöltés kényszere, ugye kiüzetés a paradicsomból, egy újabb szintbeli süllyedés volt maga után, ami abban jelentkezett, hogy az egyéniség tudata is szétvált poláris részeire. A fizikai világot tapasztaló emberi, ugye nappali, én tudata szétvált a poláris részeire. A személyiség tudatára az asztrálvilágot érzékelő éjszakai álom tudatnak. Utóbbi központja az egyéniség felsőbb rendjénye. Azt tudni kell, hogy éjszaka kiszállunk ugye a testünkből, ilyenkor jönnek az őrző szellemek, akik vigyáznak a testünkre. Az álomról egy pillanatra beszélve, hogy az álomnak egy részében feldolgozunk a nappali problémákat, ami foglalkoztat minket. Vagy ha esetleg jó bezabáltunk, akkor üldöznek farkasok, meg minden. Tehát az álomnak egy részében, amire emlékszünk is, feldolgozzuk a nappali problémáinkat. Ez jó, mert kiengedjük az őszt egy picit. Az álomnak van egy olyan része, amire vagy emlékszünk, vagy nem emlékszünk. Ennek nagyon fontos része tulajdonképpen, hogy akkor átmegyünk a szellemvilágba, tehát az asztrálsíkra, kicsikét kiengedhetjük a gőzt, tehát a lélek be van zárva ugye a testnek a börtönébe, szó szerint egy börtön. Sokan nagyon jól érzik magukat a bőrükbe, ők nehezen fogják ezt megérteni. Vitatkoznak is velem, hogy nagyobb itt a fizikai sikon, hogy egyszer élünk, úgyhogy most van pénzem, kiasztám az alkalmat, kirándulok, csajozok, stb. És ők ezzel nem is akarnak hallani se, mert túl jól érzik magukat különben a bőrükben. Főleg ezek nem akarnak hallani, arról létezik egy másik világ, ahol már nem a gazdaságot fog imponálni. De a fő lényeg, hogy ilyenkor átmegyünk az asztrálisra, tanításokat kapunk, találkozunk barátainkkal, kibékülhetünk, kihetjük a szellemi szárnyalásainkat, picit kiengedjük a gőzt. Aztán persze vissza a fizikai testbe. Ugye senki sem gondolja, hogy általában életünk egyharmadát alvásra töltjük, hogy ez a életünk egyharmad és haszontalan dologgal telik el. Szellemvilágban nincsen elpocsékolt idő, főleg odát alvás sincsen, tehát ilyen napra tudunk dolgozni. Hozzá kell tennem, hogy fáradtság sincs, tehát nem kell izgulni amiatt, hogy elfáradunk és ott pihenni kell, a fizikai testhez tartozik a fáradtság, sőt azért
hogy minden részt kihasználjunk, amikor a lélek kiszáll a testből, és átmegy a asztásékra, ugye a szellemvilágból, hogy mi nevezzük. Eközben éterikus energiával feltöltődik a fizikai test, mert a fizikai testedik szükséges energia, hogy fennmaradjon. Kevés hozzá a táplálék. Itt megjegyzem, hogy ugye kell a táplálék a fizikai test fenntartásához, ezt általában túlzásba visszük. Például Jézus, csak úgy megjegyzem, éppen annyi ételt fogyasztott, amennyi szükséges volt minimálisan a fizikai test fenntartására. Amikor elment egy 40 napos bőjtre, annak az volt a lényege különben, hogy az asztrál testét megtisztította az itteni fizikai világnak a koszos, gonosz energiáitól. Tehát így vette a bűneit a magunkra, ezt csak úgy megjegyzem, hogy nem az én karmikus bűnömet, mondjuk, hogy egy gyilkos voltam esetleg, és aki találtam, vagy rabló. Attól, hogy ugyan a gyilkos, meg tolvaj, meg rabló maradhattam, azért, mert szerencsétlen keresztet feszítették, nem vette el a lelkemben lévő karmikus bűnöket, tehát az én magamnak kell letenni. Hát ez a lényege, hogy én magamnak kell megtisztulnom. Tehát senki nem tudja levenni a karmámat, meg elintézni, saját magamnak kell a szellememet megtisztítani, hát soha az életben nem tudok felemelkedni, hogyha benne marad a lelkembe. Tehát ez a lényege különben, és azt is megmondom őszintén, hogy nagyon érdekes az éterikus feltöltés, mert ha megnézzük a idősebb embereket, nagyon, nagyon nagy része panaszkodik, hogy éjszaka nem tud aludni. Ennek az az oka, hogy nekik már a fizikai testük gyengébb, ők már elértek egy életkort, és miután úgymond gyengébb a testük, nincsen szükség már akkor energiára, ugye az idő haladtával, mert sajnos a élet-halál körforgását rá kell érnünk, ennek nagyon sok oka van fejlődési szempontból, átértékeljük a életünket, hogy tisztában legyünk a időzelve a fizikai halálnak a fogalmával, és a másik, hogy így van lehetőségünk a rendszeres reinkarnációra, a visszaszületésre, hogy mindig kapjunk egy másik életfeladatot, egy másik élethelyzetet, hogy minél több szinten tudjunk fejlődni. Sőt, még azt is elmondom, ez egy nem titok, csak ezt kevesen gondolják, vagy tudják, hogy arra is van lehetőség például, hogy a duál párunk időközben nem itt a fizikai síkon, hanem egy teljesen más kozmosznak, egy teljesen más rendszerében gyűjt tapasztalatot, hisz itt a tapasztalatgyűjtés és a tisztulás a lényeg. Ez egy nagyon fontos dolog. Na most ugye visszatérve egy idősebb emberre, ő neki kevesebb energiára van szükség már a testének a fenntartására. Ezért ő mit tudom, lefekszik este 8 órakor vagy 10 órakor, teljesen mindegy, hogy hány órakor, és 3-4 óra múlva felébred teljesen pihentel és frissen. És volt olyan ismerősöm, aki paraszkodott fel, hogy éjjel 2-kor felébred minden nap rendszeresen. Ilyen idősebb bácsi volt, már 80-85 éves, és fel alá sétál a lakásba, és nem tud mit csinálni. A felesége alszik, az fiatalabb volt. Alszik, ugye reggel alatt megfőzi a kávéját neki, fél hétre, de nem tud mit csinálni, egész éjszaka sétál fel alá a lakásba. Hát, nem irigylem. Ugye van mi gondolkozni a bőven, ő neki ez szenvedés. Én megmondom, szintén így vagyok vele, csak én nekem elég nagy a testem mondjuk, tehát én nekem másokból kifolyólag, de borzasztó fáradtan lefekszek általában, én este 8 órakor már alszom, vagy 9-kor legkésőbb. És lefekszek, mit tudom, 9 órakor mondjuk, és elalszom. Hát én 1 órakor, 2 órakor olyan pihenten felébredek, hogy borzasztó. De valamikor másfél 2 óra múlva. De nekem nagyon jó ez a hajnali felkelés különben, mert ha nézben, akkor visszajövök a asztásítól, tehát a szellemvilágból, például nagyon nagy levelezésem van, meg felteszem a tanításokat, és nagyon sok olyan levelet kapok, vagy feldobnak egy problémát, amire nem tudok akkor ütelni válaszolni, félek, ha fáradt vagyok este. Ezeket mind félreteszem, vagy ha van valami olyan szellemi problémám, és reggel felkerek frissen, ami nálam ugye 1 óra, 2 óra, 3 óra. Hát ha 4-kor kerek, akkor már nagyon elaludtam. Azon frissibb, hogy visszajövök a szellemvilágból, benne vannak a ottani kérdések, válaszok, és simán tudok válaszolni a levelekre, minden probléma nélkül. Ha esetleg olyan problémám van, ugye, sőt,
Azt is elárulom, hogy ebből nem szoktam nagyon nagy titkot csinálni, hogy nincs két egyforma előadásom. Azért, mert mindig változtatni kell minimális szinten rajta. És ennek az az oka, hogyha elmegyek való előadást tartani, ugye mindig más-más a közönség összetétele. És a végleges hát ugye az összes előadásom ugye megvan írásos formában, de magát, hogy tematikát mindig az előadás hajnalán állítom össze. Addig a kiderül, kik lesznek ott, ki az, aki eljön, ki az, aki nem jön el, és éjszaka elmondják a szellemi tanítók, hogy mit kell megváltoztatni rajta, mert van két-három ember, valamikor csak egy ember, aki eljön mondjuk életébe először, és egy nagyon fontos problémája van neki, és valahogy bele kell fűzni az előadásba. És általában úgy szokott lenni, és ez már tényleg egy 10-15 éve gyakorlat, hogy ugye mindig vannak kérdések az előadásom, és mindig el szoktam mondani, hogy annyi lenne a kérésem, hogy az előadás végén hagyhatunk egy 10-15 percet, esetleg vagy fél órát, és akkor lehet kérdezni. És megmondom őszintén, hogy több száz előadásomból eddig talán két kérdésre kaptam előadás végén, ugyanis miután reggel állítom össze a tematikát, és tudom azt, hogy kit milyen probléma foglalkoztat, és mit szeretne kérdezni, mire elmondom az előadás, mindenki választ kap a kérdésére, és nagyon ritkán tesznek fel kérdéseket. Na nézzük tovább Istvánnak a írását. Az agyi működések terén ez a kettéválás a bal és jobb féltek eltérő funkciójában is megnyilvánul. Az agyban süllyedés nem csak egy kétféle funkció diszociációját eredményezte, de megszűnt a fizikainál magasabb világok érzékelésének a képessége is, ami együtt jár a tudat beszűkülésével. Tehát egyszerűen a fizikai testben nem tudjuk érzékelni a másik világot. Talán az érzelmi és értelmi szféra részleges diszociációjával is lehetne ezt jellemezni. Bizonyos megváltozott tudatállapotoknál, amikor a két félteke működése szinkronicitást mutat, a tudat átkül a felsőbbrendű magasabb szintjére. No, ez a hipnózis és a transz. Tehát ugye a hipnózisról nagyon sokat hallottunk, tulajdonképpen ugye ezt tudjuk, hogy nagyon sok mindent meg lehet csinálni. A transzot azt nem nagyon szokták ismerni. A transz állapotot a mediális állapotokhoz szoktuk általában hasonlítani, maguk az igazi médiumok fél transz vagy transz állapotba kerülnek. Ami azt jelenti, hogy a másik világban, hogy beszéljünk a fél transz állapotról, a másik világgal összekötetésbe kerülnek tulajdonképpen, tehát megnyílik egy olyan csatornájuk, hogy lehetséges itt a fizikai síkon, fizikai értelemben, tudattal a másik világhoz kapcsolódni, és onnan tudnak kapni üzeneteket. Ha már beszélünk az előadásról, akkor megmondom őszintén, és nagyon sok tanító, szellemi tanító barátom beszámolt róla, és akkor inkább elmondom a saját példámat, mert ez ugyanaz a példa, amit a tanító barátaim is elmondtak. Van olyan tanító, akitől még én is tanulok, mai napig is. És az történt, hogy valaki feltett nekem, ugye mondtam, hogy időnként kapok kérdést, és valaki feltett nekem, azt hiszem pont Kecskeméten tartottam előadást, egy nagyon jó képzett társaság volt ott, és nagyon hálás volt, és nekem is nagyon jó. Mert egy igazi előadás a közösségtől, ezt tudni kell mindig a hallgatóságtól. És valaki feltett nekem egy olyan kérdést, amire én nem tudtam a pontos választ. Tehát az igazi szakszerű pontos választ. És akkor kattantam egyet, idézőjelben mondva, és elkezdtem mondani azt a választ, ami a fejembe lejött ugye fentől. Tanító szellemek segítségével, vagy egy tanító szellem segítségével. És 40 perces kis előadást tartottam abban a témában, már nem tudom mi volt pontosan, és kifejtettem ugye a választ. Nagyon szakszerűen én is meglepődtem rajta. És akkor elmondtam az előadást, akkor elmondtam a társaságnak, de ők már nagyon képzettek voltak, és nekik el lehetett mondani, hogy ez a válaszom ugye arra a kérdésre, de képzeljétek el, ezt én is most hallottam először. Ez nagyon érdekes dolog különben. Tehát így adják a választ. Megjegyzem, hogy elmondok egy érdekes dolgot, amikor kialakult nálam is a médiumításnak egy része. Amikor már előkerült a számítógép, ez nagyon jó volt 97 környékén, 97-98 környékén, amikor már internet is volt,
És akkor ugye előtte írógéppel akartam leírni dolgokat, de ez borzaszt, felütök egy betűt, nem lehet javítani, meg is untam az egészet. És akkor ugye előkerült a számítógépem, igen, 97-ben volt az első számítógépem, és akkor ugye hajnalban felkelek, és szerintem kaptam nagyon jó dolgokat, és hál' Istennek betűtem pötyögni a számítógépbe, nagyon klasszul, le is írtam. Nagyon sok medélyes kötést kaptam annak idején, nem ilyen szuper komolyakat tulajdonképpen, hanem a akkori én spirituális szintemnek megfelelőket, pontosabban annál egy szinten magasabbakat, és akkor feltettem az interneten, meg össze-vissza. Jó helyre, barátaimnak elküldtem, stb. Sőt, négy ilyen kisebb könyvet is írogattam, azóta készítettem egy ötödiket is, ami természetesen csak PC formában van, és rajta a honlapomon, interneten, mindenhol. Az első négy írás volt abból az időszakból, az első négy ilyen kis könyv tulajdonképpen, ami nagyon jó spirituális indítás. Az ötödiket az körülbelül 2007-2008 környékén írtam, ami összefoglalja az egész szellemtudományt alapjaitól kezdve, egy olyan 110-130 oldalba, A4-es oldalba. Na és akkor miért is mondtam ezt, hogy annak idején kaptam rengeteg dolgot, hogy utána elkezdtem fejlődni spirituális szempontból, ugye akkor még fejletlen voltam, azt kell mondani teljesen. Jó, addigra volt halálközélményem, meg egy pár dolog, megtapasztalás, de meg szellemkalandok, de önmagában még fejletlen voltam. Tehát ez az igazi szellemtudományos részét, a hátteret nem ismertem. Csak olyan 2010-15 környékén például a kezembe kerültek nagyon jó írások, ó, egész jó kis közlések, meg egy pár dolog. És elkezdtem utána nézni, hogy vajon kiírtam, jó lett volna a forrás megjelölés hozzá, és legnagyobb megdöbbenésemre találtam 3-4 csodálatos írást, amit kiderült, hogy én írtam 97-99 között. Csak hát annyi mindent írtam már, hogy elfelejtettem, hogy a saját írásom volt. De ami csodálatos benne, hogy a tapasztalatlan Karsai Piski, amit átadott egy Szeng nevezetű tanítótól, különben ő volt a neve, ugye, és nem én csak leírtam, tehát közvetítő voltam, olyan dolgokat írtam le akkor, amit később, amikor már tapasztalt Karsai Pisti igazi szellemi háttérrel tud mindent, hát bocsánat, tud mindent, ezt átvitt értelembe vegyük, nem találtam hibát azokban az írásaiban egy darabot sem, még véletlenül sem. Amúgy, ugye ezt el szeretném mondani, ez egy nagyon jó példa, hogy vannak ilyen, sokszor ilyen viták, ezeket a szellemi spirituális vitákat, most spirituális dolgokról beszélek. Azért nem szeretem, mert lehet, hogy mindenkinek igaza van, de még sincs igaza. És ezt elmondanám egy nagyon jó példával, hogy mondjuk van öt ember, akik bekötik a szemét, beviszik egy szobába, és akkor van benne mondjuk egy ló, és akkor mind az öt ember megtapogatja a lovat. És akkor kihozzák a szobából őket, leveszik a kendőt a szemükről, és akkor elmondatják velük, hogy ki mit tapasztalt meg. És akkor az, amelyik a farkát fogja, elmondja, hogy a ló az így néz ki, és elmondja, hogy milyen a farka. A másik mondjuk a fejét tapogatta meg, az arra mondja, aki a lábát tapogatja meg, az elmondja, hogy milyen a ló, és elmondja, hogy mit tapasztalt meg a lábánál. És elkezdett vitatkozni mind az öt ember, hogy nem igaz, ez így néz ki, a másik meg amúgy néz ki, és összevesznek. Holott hozzá kell tenni, és ezt kell tudomásul venni, hogy a saját szintjén mindenkinek igaza van. Aki a lábát tapogatta meg, aki a farkát, aki a fejét tapogatta meg, tökéletesen mondott, mert az a része, az úgy igaz, ahogy van. És akkor ilyenkor szoktam viccesen mondani, elnézést kérek, de viszont én már láttam lovat egyre. Úgyhogy általában az a jó, amikor már mindenki megfogja a saját lovacskáját látni. Most már viccesen. Akkor nézzük Istvánnak az írását. Azért szeretem Istvánnak az írását, mert ő tudományosan elmond mindent, talán támaszva rengeteg dologba. Van egy nagyon jó könyv, az Élet misztériuma,
ez kicsikét lerövidítette ugye az igazság szabaddá teszre, és azért jó, mert tudományosan nagyon jó alátámaszt mindent. Tehát ha esetleg olyan ateista ember kezébe kerül ez a könyv, aki ráépett a spirituális útra, de nagyon sokat írt a fizikához, esetleg időfizikához, egy pár tudományos dologhoz, itt komoly magyarázatokat fog tudni találni rá. Tehát nem csak ellenőrizhetetlen, idézőjelben mondva ellenőrizhetetlen szellemi közléseket, hanem itt tudományos magyarázatokat. Megjegyzem a idézőjelben mondott ellenőrizhetetlen szellemi közlésekre, hogy a igazi szellemi közlések azok adnak hosszú távú, tehát elmondják a 150 milliárd évvel ezelőtti dolgokat, meg elmondják, hogy mi lesz több ezer év múlva, és adnak rövid távú közléseket is, ami azt jelenti, hogy azok általában megvalósulnak, akár 1-2 éven belül, akár 10-20-30-40 éven belül, és ezzel bizonyítják, hogyha van 20-30 közlés, ami megvalósult 30 éven belül, akkor ugyan már higgyük el, hogy mi volt 150 milliárd évvel ezelőtt, meg mi lesz több ezer év múlva. Szóval azért mondom, hogy erről van egy nagyon jó írásom is fent a weboldalon is, utána lehet nézni, ez a mediális közlések és a magyarázata. Na akkor menjünk tovább vissza. Tehát mi volt az eredendő bűn szellemi oka, és milyen következményekkel járt? Érzelmi és értelmi okok szerepeltek. A szellembukáshoz nagyban hozzájárult, hogy a szellemeknek meggyengült az Isten iránti szeretetük és bizalmuk. Hát olyan szinten, hogy volt, amikor szembefordultunk Istennel. Mai napig még sokan szembefordulnak vele tudatosan. Bukás a szellemek egyfajta éretlenségét, tudatlanságát is tükrözte, mert nem voltak képesek felmérni tettük következményeit. Isten ezért nem akadályozta meg a szellemeket, hogy a saját törvényeiket kövessék, egyrészt mert a szabad akarat Istentől kapott privilégiuma volt a szellemeknek, másrészt, mert így lehetőség nyílt arra, hogy a saját tapasztalatukból, ez nagyon fontos dolog, tanuljanak és megtérjenek az élet szellemi törvényeihez. A krisztusi megváltással Isten elkészítette a visszatérés útját, a Kegyelem Törvényvilága című könyve benne van, törvényeket alkotott, ami által vissza tudunk menni hozzá, amivel újra magához vonzza a tőle eltávolodott szellemeket, akiket így a hála érzése szorosabban kapcsolt Istenhez. A megváltozott nemzedék már tudatosan szolgálja az igazság és a szeretet törvényeit. A mélyrebukás és a megváltás útján való visszatérés tehát egy olyan tudatosulást eredményez, ami az angyalok fölé emeli ezt a nemzedéket. Az angyalok nem buktak el, de sem szeretetük, sem tudásuk nem lehet olyan erős, mint a bűn mélységeit megjárt bukott, de megváltott szellemeké. Feltettem nemrég egy tanítást a Szentlélek elleni bűn, Szent Szellem, Szentlélek elleni bűnről, és ugye a Szent Szellem az a szellemek, azon szellemek összessége, akik elbuktak, megjárták a poklát, utána megtisztulva visszamentek úgymond Isten országába az egyes számú napkörbe, amiről beszéltem. Ők annyival tudnak többet azoktól az angyaloktól, bármilyen furcsa, akik soha nem buktak el, mert ők fel vannak vértezve olyan borzasztó nagy tapasztalattal, amit a úgymond tiszta angyalok, akik Isten törvényét betartották és őt szolgálják szeretetből, még nem tudnak. És ezért küldte Jézus a Szent Szellemet hozzánk pünköskor, hogy ő segítse, mert ő rájött arra, hogy ez a borzasztó nagy tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy mi fel tudjunk emelkedni, és ezért érezzük a Szent Szellem munkáját a lelkünkbe, a mindennapi lépteinkben, hát minden másodpercünkben azt kell mondani, még az sőt, minden másodpercünkben, még az álmainkban is. Tehát a Szent Szellem, miután mondtam, hogy a fáradhatatlan, hogy odát nincsen alvás, pihenés, akkor, amikor elmegyünk aludni, ugyanúgy a Szent Szellem hatása alatt vagyunk, már aki akar, szabad akaratból ezt hozzá kell tenni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a segítést úgy be kell tudni fogadni szabad akaratból, ha nem akarjuk befogadni, akkor nem avatkoznak be, várnak arra, amíg kérni fog. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Na akkor nézzük tovább a Istvánnak az írását. Hatás sorsunkért saját magunk is vagyunk felelősek, Isten szeretetében és kegyelmében bízhatunk. Aki elküldte az ő fiát, hogy áldozata révén, visszatéressünk az élet teljességébe. A többé nincs halál és szenvedés.
Legelőször azonban a karmikus kötöttségeket kell oldani, amelyek törvényszerű az alsó szférába kötik a szellemet. Ellentmondásmentesen másként nem is lehet értelmezni a világot. Eddig tartott az írás. Ugye, ami azt jelenti, ez egy nagyon jó, ugye ezek az utolsó mondatok, hogy le kell a karmikus kötöttségeinket oldani. Ugye alaphelyzetben megmondom őszintén, hogy a karma az két irányba tehető. Hát a karmáról egy ilyen 50 órát el lehetne beszélgetni. Főleg azért, mert úgy szeretem elmondani, hogy rögtön elmondom a megoldásokat is. Felismerjük a karmikus problémáinkat, és akkor rögtön valami megoldást is találjunk rá. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ugye a gyakorlati részét nézzük, mert a elméletek idején már lejárt, már mindent a gyakorlatban kell csinálni, és ugye ez a fontos. És általában a szellemírások azért erről keveset beszélnek. Na, visszatérve, tehát, hogy ugye, hát először is nagyon nem szerettem, mert azt tudni kell, hogy Jézus azt, hogy egyházat alapítsuk meg, aztán itt összevezett mindenki, megalapult a keresztény egyházat, az is szétszakadt, ugye, főleg Luther idején volt egy komoly dolog, meg minden. És hát egy egyszerű példa, én amikor meg volt egy nagyon komoly istenélményem 90 környékén, csodálatos dolgok történtek velem egy templomba, és akkor még nem tudtam hova tenni a dolgot, főleg, hogy templomban történt a dolog, megtapasztaltam Isten létezését, volt egy kis rálátásom a koszmosz rendszer működésére, ez egy kis beavatás volt tulajdonképpen, ami 10 másodperc alatt történt a fizikai síkon, de amúgy nagyon sokáig tartott. Tehát odáig több ideig voltam, mint itt a fizikai síkon. Erre egy jó példát hagyd mondjak el különben, hogy ez hogy lehet legjobban értelmezni az időt meg a történéseket, hogy amerikai pilótákkal csináltak egy kísérletet, hogy ugye betették, van ez a forgó centrifugális gép, ahol a több G-s nyomást ugye rányomhatják a pilótákra, edzeni kell őket, mert borzasztóan a nyomásra van, akkor ezek a repülőgépek felszállnak, repülnek meg, manővereznek, borzasztóan a nyomást akarnak kitéve, tehát a fizikai szervezetnek bírni kell. És azt kísérletezték ki tulajdonképpen, hogy olyan szinten nyomás alá helyezték, tehát kicentrifugázták a pilotákat, hogy nem sok időre, de egy ilyen 5-10 másodpercre, vagy esetleg maximum fél percre, de azt hiszem annyi nem volt azért, elveszették az eszméletüket tulajdonképpen, tehát az agyukból kiszállt a vér, úgymond egy kis halált átéltek. És ami érdekes volt ebbe a kísérletbe tulajdonképpen, hogy azok a pilóták, akik mondjuk 10-15 másodperc, most legyen annyi jó, hogy nem kell itt nagyobb időre menni először, 10-15 másodpercre bekerültek az agyhalál állapotába, és átkerültek a másik világba, ilyen egy-másfél órás történéseket meséltek el, hogy mi történt velük odán. Az, aki esetleg több ideig volt ott, tehát 20-25 másodpercig, amely több órás eseményeket képes volt emlékezett rá, elmondta, hogy mi történt. Na, hasonló történt én velem is, leléptem egy templomba voltam, és ott történtek különleges dolgok, majd akkor kijöttem a templomból, ott már átjárt Istennek a szeretetem a templomban lévő csodák, egyedül voltam a templomban, különben elméletileg, gyakorlatilag nem voltam egyedül, és hogy gyakorlatilag leléptem a járdáról, és leléptem a járdáról, megállt a világ, kérdődött a kozmoszba, csomó dologra ráláttam, és mivel leléptem a járdáról, több év előző életek tapasztalatát visszakaptam. Hát azért mondom, hogy borzasztóan jól tud, és nagyon csodálatosan működik ez a másik világ. Itt a magyarázat rá, hogy ami egy 10-15 másodperc itt a fizikai síkon, az odát egy több órás dolog lehet. Tehát azért mondom, hogy a fizikai síkhoz tartozik idő, de átmegyünk a másik világba, ez a kettő nincsen egymással arányban. Ez egy nagyon fontos dolog. Ott odált állapot van. És annyit tudni, hogy beszéltem, hogy ilyen intuíció, hogy a mediális csatornák megnyílnak, mindenkinek vannak mediális csatornái, neked is kedves barátom, aki hallgatott ezt a kis tanításomat, neked is lehetőséged van mindenre. Oda kell figyelni a gondolataidra. A felső éned, a szellemi segítőd a gondolataidon keresztül fog neked segíteni.
és onnan megkapsz mindent. A saját érzéseiden keresztül, a lelkeden keresztül. De főleg az első, jelcsendesed és a gondolatodon keresztül sok mindenre megkapod a választ. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, vagy meghallgattál. Hát azt hittem egy rövid kis előadást lesz belőle, de most látom, hogy mindig eszembe jut valami előadás közben, amikor olvasok egy-egy jó mondatot. Ezt olyan szívesen megosztom másokkal, hogy tanuljanak belőle esetleg, akár a saját jó vagy rossz példáin keresztül. És ezért örülök, hogy meghallgattad ezt a kis előadásomat. Isten áldjon téged, legyen szép nap!